kettő, három. Ezek a képek és hangok sokunknak ismerősek lehetnek az elmúlt időszakból. A rendkívüli időjárás miatt egyre több kóborállat érkezik a menhelyekre, akik a vihar miatti félelmüktől vezérelve kóborolnak el szerető családjuktól. Tény is való, hogy az ilyen időben azért több kutya megriad, megijed, elszalad, de hála Jóistennek én úgy gondolom, és mindig azt szoktam mondani, hogy Kecskeméten nagyon gondos gazdák vannak, keresik a kutyákat, nagyon sokat megtalálnak, nagyon sokat hazavisznek pár órán belül. Persze ilyenkor egy kicsit több kutya kerül be hozzánk. Dr. Bező Tibor állatorvos elmondta, hogy mire kell figyelni a vihar közelettével az állattartóknak. Nagyon sok kutya már megérzi a vihart, úgy negyed órával, fél órával előtte, mielőtt megjelenne. Sok gazda ezt megfigyeli, és akkor becsalja őket a házba, tehát sőt a kutyák már jelentkeznek, hogy be szeretnének menni, és ott biztonságban érzik magukat. Nyilván, hogyha otthon van a gazda, akkor könnyen megoldható, hogy viharos időszakban, ezekben az időszakokban bent legyen a házi kedvenc. Viszont a kint szabadba tartott kutyáknál vigyázni kell arra, vagy figyelni kell arra, hogy ilyenkor fokozott a szökésveszély. Az állatorvos szerint a szökésbiztos hely kialakítása mellett vannak olyan gyógynövénykivonatok, amelyek enyhíteni tudják a szorongás tüneteit. Ezeknél a készítményeknél fontos megjegyezni, hogy nem szüntetik meg teljesen a tüneteket, csak enyhítik azokat. Ha egy állat az óvintézkedések ellenére mégis elszökne, a menhelyre kerülés után minden eszközt megragadnak arra, hogy megtalálják a gazdit. Amikor bekerül egy kutya, akkor azzal kezdünk csipleolvasással, lefotózzuk, fölvisszük az adatokat, fölvisszük számítógépre, különböző portálokon meghirdetjük, hogy lássa a gazda, lássa a szomszédasszony, barát, aki ismeri a kutyákat, hogy tudják a gazdát értesíteni, hogy mi hamarabb jöjjön az állatért. Abban azonban mind a két szakember egyetért, hogy a legjobb megoldás, ha szökésbiztos helyre zárjuk a kutyánkat, ahol nyugalomban át tudja vészelni az ordidőjárást.